Sziasztok! A Pöttyös új túrorudiával érkeztünk. Ez egy óriás pöttyös túrorudi, méghozzá madár tej ízű. Ugye ez nem akkora nagy újdonság, ha belegondolunk, hiszen már volt a Mizónak is ilyen túrorudia, ami egyébként nagyon finom volt, ezt nagyon kedveltük. Tehát, hogy ezek után egy kicsit kíváncsi vagyok arra, hogy milyen is lesz a... Hát teljesen ellopták a dizájnt, ahogy nézem. Tehát az pont ugyanígy nézett ki. Az is fehér csak is, igen. Tehát, hogy eddig pont ugyanolyan. Felezzek, vagy inkább köldök kisebbet? Kicsit inkább. Akkor legyen kisebb. Vágom, ja? Csak nem mertem. Na, vigyed azt. Hát a tipikus pöttyös vonalon vagyunk, tehát, hogy ez a fajta töltelék... töltés van, tehát ott valami ilyen sárgás. Hasonlít arra, amit a Mizótól megszoktunk. Tehát valami sárgás zselé van belül. Megpróbálok belenyalni. Hát nem feltétlenül az adja az ízét, viszont így ahogy nyaltam a külsőből is jött, az meg teljesen a Mizóra emlékeztet. Tehát nézzük, hogy milyen, én is megkóstolom. Engem abszolút emlékeztet a Mizóra, és ilyen szempontból talán nem szerencsés, hogy egy olyan ízt kóstolunk, amit már ugye egy másik gyártó behozott, vagy amit már ismertetünk egy másik gyártótól. Krémes a túró, tehát nem ez a jelezetes túrorudis túró, nem? Igen. Ilyen, inkább ilyen, olyan, mint amikor csinálsz ilyen túrót tojással, vagy nem is tudom, nekem ez jutott eszembe gyerekkoromból, amikor ilyeneket ettünk. Na mindegy, tehát... Viszont a borítás az fehér csoki szerintem. Igen, és egész kemény. Nem, igen, egész kellemesen. Igen, igen, vastag, de jó igen. Értelemben, igen, tehát hogy vastag és ilyen ropogós feelinget ad, amit igen, a... Igen, ez érdekes között, ez a fehér csoki. Amúgy azt kell mondjam, hogy jól működik, tehát nem tudom, hogy a Mizorban szerintem nem fehér csoki van, bárki tudja. De ez nem lett ez. És tudom, annyiban ez egy kicsit azért más, hogy így, hogy omlós a túró, vagy hogy nem omlós, hanem hogy ilyen krémes, így akkor azért kicsit hasonlít a madártejre, mármint, hogy megidézi azt, hogy a madártej hangulata milyen, vagy szerintem értitek, hogy mire gondolok. Én azt mondom, hogy érdemes kipróbálni. Főleg azoknak, akik szeretik amúgy a Mizónak a madártejesét, tehát nem mondanám azt, hogy csalódás lesz, tehát, hogy nagyon hasonló élményt kap, egy kicsivel tán a fehér csak ki tud hozzáadni, nem? Igen, meg hát, hogy nagyobb. Mondjuk az igen, ára aki is. Az óriás rudi. Tehát igen, mi 200 forintért tettük, ami... Hát kb. Ennyi egy átlag óriás rudi is egyébként, igen. Szóval... Hát a pöttyös árok, igen. Amúgy a spárokban lehet csak kapni, legalábbis a bevezetése során csak a spár üzleteiben forgalmazzák, van ötös kiszerelés. Abban sem mindegyikben, mert mi is végigjártunk pár spárt. Igen, és nem volt szerencsénk csak a harmadikban. Illetve nem, ez így nem helyes, mert az elsőben volt. De nem, az elsőben nem volt. De az elsőben volt, csak az multipak volt. Ja, bocsánat, akkor háromban voltunk, az elsőben nem volt, a másodikban csak multipakban volt, és a harmadikban volt szólóban. Hát próbáljátok ki ti is esetleg, ha gondoljátok, írjátok le a véleményeteket, és hát kövessetek minket a Facebookon, a YouTube-on, a TikTokon, és természetesen az Instagramon is. Sziasztok!